A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nagy szeretettel köszöntjük a televízió nézőket Fogas Kérdések című magazin műsorunkban, amit egészen pontosan egy hónappal ezelőtt kezdtünk el, és íme itt van, már is elrepült az idő, a második adás, és ebben a mai adásban is dr. Csulak Fruzsinával beszélgetünk, és egy hónappal ezelőtt azt kértük a televízió nézőktől, hogy írjanak nekünk, ha kérdéseik lennének. Hát akkor már is itt van egy nézői kérdés, amit gyorsan szeretnék továbbítani doktornőnek, de először is nagy szeretettel üdvözlöm, jó napot kívánok! Üdvözlöm én is, Zsolt, és mindenkit, aki nézi az adást. Köszönöm, hogy itt van velünk, és akkor gyorsan egy televízió nézők által föltett kérdés. Nagyon fáj a hátsó fogam, de nem lyukas, nem érez benn semmilyen ilyen lyukas hatást, érzést a televízió néző. Milyen okai lehetnek egy hátsó fogfájásnak, amit gyorsan definiáljunk, hogy mit jelent a hátsó fog? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Így, hogy fáj a hátsó fogam, ez nagyon sok mindent jelenthet, meg az, hogy ő nem lát rajta lyukat, az egy dolog. Itt, amikor a köznyelvben azt mondjuk, hogy lyukas egy fog, akkor mi azt úgy szoktuk kiegészíteni, hogy az lehet szúvas is. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kell feltétlenül egy krátert érzékelni a fognak a felszínén ahhoz, hogy abba már egy szúvasodási folyamat elinduljon, ami baktériumoknak az eredménye tulajdonképpen. A baktériumok felpuhítják a foganyagot, és ezáltal alakulnak ki ezek a fájdalomérzetek, amik eljutnak ugye az ideghez. Uh-huh. Attól, hogy fáj a fog, az még nem biztos, hogy konkrétan a fog fáj, tehát hogyha esetleg az adott páciens és az orvos sem talál úgynevezett lukat vagy szúvasodást a fogon, akkor még lehet a fogágy is problémás, tehát lehet fogágy körüli probléma is, vagy lehet esetleg egy fognyaki érzékenység. Erre különböző, egyrészt vannak diagnosztikai rendszerek, amit ezt fel lehet mérni, van a rendelőben is elérhető röntgen és CBCT gép, amivel ha esetleg nem tudjuk ránézésre megtalálni a problémát, akkor tovább tudunk kutakodni. Nyilvánvalóan ez sokrétű probléma lehet esetleg egy átsugárzó fájdalom, lehet egy túlterhelés, nagyon sok mindenre gondolunk ilyenkor. Természetesen látni kell a pácienst. Abszolút, sokkal könnyebb. Köszönjük a választ. Nos, hát kedves televízió nézők, akkor Fogas Kérdések című magazin műsorunkban bátran nyugodtan lehet kérdezni doktornőtől. És akkor azt ígértem egy hónappal ezelőtt a legutóbbi adásban, hogy elkezdjük a fogszabályzás kérdését. Okay. Ez valószínűleg több adást érintő beszélgetés lesz, hiszen maga a fogszabályzás talán olyan egyszerűnek tűnik, hogy hát ferdék a fogaim, akkor beteszünk valami eszközöket, és akkor egyenes lesz. De én azért messzebbről indítanék, egyáltalán fogalmazzuk meg, hogy mit jelent az, hogy fogszabályzás. Mikor van szükség fogszabályzásra? Hú, ez egy nagyon nagy témát fog körbevele. Sejtettem, több adás lesz ez, igen. A fogszabályozás az manapság már egy kicsit túlmutat ezen, hogy fogszabályozás. Tehát a mai úgynevezett trendek inkább az arc esztétika vezérelte fogszabályozás fele mennek, ami azt jelenti, hogy nem az imént említett egy fogam ferdénál dolog merül fel a páciensekbe, hanem akár mivel a felnőtt fogszabályozás fele is már tudunk dolgozni, ezért akár egy genetikai eltérésből adódó arcesztétikát befolyásoló fogazati eltérést is tudunk kezelni. Uh-huh. Nyilván nem egy emberes, tehát nem egy ember fogja, egy orvos fogja ezt megoldani, de ti munkában nagyon komoly eredményeket lehet elérni. Lehet akár szájpadhasadékot kezelni, álcsont problémákat kezelni, akár műtétileg, kiegészítő kezelésekkel, tehát itt nem csak feltétlenül arról van szó. Az embereknek a gondolatában a fogszabályozás merül fel, akkor általában valóban ez van, hogy esetleg ferdék a fogak. Ha onnan kezdjük, hogy gyerekek, akkor a kötelező iskolafogászati szűrésen az iskolafogász kiszűri a pácienseknek, kisgyerekeknek a felmerülő igényét, illetve az, hogy tényleg szükséges-e egy fogszabályozás, vagy egy fogszabályozás konzultáció, és akkor onnan indul el a folyamat. Általában azért 8-9 éves kor körül már az az időtartamban, amikor a gyermeket érdemes elhozni fogszabályozásra, és akkor innen igazából
akárhány éves korig terjedhet a fogszabályozás, ami mondom már nem csak a fogak szabályozására terjed ki, hanem tulajdonképpen az arcesztétika átalakítására, javítására. Úgy érzem, lesz miről beszélgetnünk több adáson keresztül. Hozott magával különböző ilyen demonstrációs elemeket. Ezeket használjuk a pácienseknél is egyébként az első vizsgálaton. Mutassuk meg valamelyik kamerába ezt a kis szépséget, hát valamelyiket. Hát többféle van. Ezek azok a készülékek, amiket egyébként én használok, vagy amiket mi használunk a rendelőbe. Ezt majd mindjárt szétszerelem. Illetve az én fogaimon is van most egy fogszabályozó készülék, ez az átlátszó sínes készülék. Ez ami úgymond, hát körülbelül 20 éve van a úgymond a piacon, de ne nevezzük piacnak, hanem a fogszabályozási köztudatba. Ez egy viszonylag újabb kezelés, illetve készülék, és akkor mi ezeket használjuk demonstrálásra a páciensnél az első konzultációnál, amikor is felmérjük a problémát, én elmondom a lehetséges kezelési verziókat, és kiválasztjuk a pácienssel közösen a megfelelő készüléket. Egyrészt én javaslok az adott eltérésre egy olyan készüléket, amivel jobban elérhető az eredmény, illetve nyilván a páciensnek az életkora, illetve az életkörülményei. Ha mondjuk egy felnőtt páciensről van szó, akkor azt vesszük figyelembe, hányszor tud a rendelőben megjelenni, mondjuk esetleg olyan a munkája, hogy nem tud megállni, fogat mosni, vagy sokat vezet, tehát nagyon sok mindent kell figyelembe venni, de szerencsére vannak olyan eszközeink, amivel meg tudjuk oldani így is az eltérést. Nagyon fontos kérdés a fiatalok kérdése, hiszen fiatal korban el kell kezdeni már, ha gyanús, hogy valami hát szükséges a fogszabályozás kérdése. Úgyhogy amikor kint jártunk önöknél a rendelőintézetbe, akkor ezt is kérdeztük. Erről is készült egy bejátszó, úgyhogy ezt nézzük most meg, kedves televíziónézők, utána pedig folytatjuk tovább. Az elmúlt években egyébként egyértelművé vált, hogy egy bővítésre lesz szükség. Egyre több fiatal felnőtt, de nagyon sok gyerekpáciens fordult hozzánk. Abszolút megnövekedett az igény a gyerekek irányából is a fogszabályozás iránt. Ez azt jelenti, hogy nem csak a szülők motiválják a gyermekeiket, vagy a szülőfogorvosa arra, hogy fogszabályozást kezdjen a gyermek, hanem már a gyerkőcök, a kamasz lányok egyébként abszolút, de a fiúk is megkérik a szüleiket, hogy hozzák el egy fogszabályozó konzultációra őket, és mivel úgy láttam, hogy ez az igény egyre inkább nő, ezért nagyon időszerű volt egy ilyen úgynevezett bővítés. Itt, mivel a dentálhigiénikus lányok egyes feladatokat megoldanak helyettem, ezért lehetőségem van egyre több páciens kezelni, tehát három széken tudunk szimultán fogszabályozni, így tudtuk növelni az esetszámot is, és tudunk segíteni minél több páciensnek. Kedves Fuzsinak, köszönjük szépen ezt a bejátszót is, ezeket a gondolatokat is, és akkor mivel az időnk nagyon elszaladt, most már csak annyira maradt időnk, hogy elköszönjünk, elbúcsúzzunk, és egy hónap múlva egy újabb adásba hívjuk önöket fogas kérdések tekintetében. És Fuzsina, akkor ahogy hát megbeszéltük, ez egy akkora téma, hogy valószínűleg egy hónap múlva is a fogszabályozás lesz a témánk, és akkor várom nagy szeretettel pontosan egy hónap múlva. Köszönöm a beszélgetést. A kedves televízió nézőknek köszönjük szépen a figyelmet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.